Tűzparancsot adtak ki 50 centől, 43. A gyanú szerint Emmanuel González New Yorki rendőrfőnök tavaly júniusban azt parancsolta az embereinek egy bronxi box meccsen, azonnal lőjenek, ha meglátják a rappert. A hírről 50 cent is csak a sajtóból értesült, erre kellett kelnem ma reggel. Emmanuel González egy eljössz zsarú, aki visszaél a hatalmával. Az a szomorú, hogy ennél az embernél még mindig ott van a fegyvere és a jelvénye, írta a közösségi oldalán vasárnap a rapper, majd hozzátette, jogi útra fogja terelni az ügyet. Amikor a rendőrfőnököt kérdőre vonták, azzal próbálta eltussolni a dolgot, hogy csak viccelődött. Az ügyet bonyolítja, hogy egyes értesülések szerint épp 50 cent volt az, aki tavaly egy azóta törölt bejegyzésében megfenyegette González-t.